Úgy indult a meccs, ahogy azt a papírforma alapján várni lehetett, jelentős kanizsai fölénnyel és több nagy helyzettel. A kezdőbe visszakerülő Lőrinc Bence is veszélyesen kezdte a találkozót, az első helyzete azonban még kimaradt. Nem úgy a 8. percben, amikor már nem hibázott a kanizsai támadó. A második szöglet. Hosszúra, ez is jól jön! Ki tudta tolni! Hálakadott el Lőrinc Bence végül is. Ha jól láttam, csörgőfejesét bekotolja közvetlen közelről. Úgy tűnt, minden a kanizsai meccs terv szerint alakul, de alig 4 perccel később az első helyzetéből egyenlített a gárdany. Akkor egy beívelt szabadrugást Papucsek fejelt a vendégkapuba. Azonban, ahogy azt már többször igazolta a szezonban Gabala Krisztián csapata, ezúttal sem tört meg. Lőrinc Bence szinte azonnal kiharcolt egy büntetőt. A labda mögé a sértett állt, a lövést azonban védte az ex-kanizsai hálakoda. A kihagyott 11-es érezhetően megfogta a kanizsát, hiszen ugyan többet volt a labda a vendégeknél, de igazán komoly lehetőséget nem tudtak kialakítani. A szünet után aztán próbált nagyobb tempót diktálni a kanizsa, sorra jöttek a szögletek, ívelések, nagy bedobások, de igazi zicsere ekkor sem adódott a vendégeknek. Egy védelmi megingást aztán Lőrinc használhatott volna ki, de lövése elment keresztbe a kapu mellett. A vendégek több 11-es gyanús szituációt is vitattak, de újabb büntetőt nem ítélt Juhász Dávid. Ahogy ment az idő, a gárdony egyre mélyebben védekezett, a kanizsa pedig kinyílt. Ezt előbb Gyuris büntethette volna meg, de a lövését Mészáros kitolta. Volt azonban még egy kontrája a hazaiaknak, amit két csereként beálló játékos Bedics és Madarász vitt végig, és utóbbi nem hibázott zicserben, így a 85. percben 2-1-es állást mutatott az eredményjelző. A játékvezető 4 percet hosszabbított, ebből mindössze egy volt hátra, amikor legalább a döntetlent ki tudta harcolni az FC Nagykanizsa. Ecker. János csúsztat, és János Norbi azért csak kiegyenlít. Végre volt egy jó beadás Eckertől, ezt nem tudta kiütni hálakada. A hazaiak oldaláról Bozai Attila nem volt elégedetlen a döntetlennel. Mint azt a gárdony vezető edzője elmondta, ugyan bosszusak a hajrában bekapott gól miatt, de a mérkőzés egészét nézve több alkalommal is szerencséjük volt. Azt gondolom, most tettünk azért, hogy egy kicsit mellénk álljon a szerencse, bár végén bosszankodtunk, mert úgy gondoljuk, vagy úgy éreztük, hogy még se állt mellénk, mert tényleg egy 93. percben kapott fejes góllal elbuktunk 2 pontot. Ez nagyon fájó volt számunkra, hiszen nekünk a 3 pont nagyon sokat számította volna. Az 1 pont egy kicsit úgy érzem, hogy azzal nem vagyunk sokkal előrébb, viszont a csapat tartását bizonyítja azt, hogy azért egy nagyon jó csapat ellen. Nem, ha nem is pariba voltunk, de azt gondolom, hogy az első perc, az utolsóig kitettük a szívünket, lelkünket a pályára. Az egyéni hibák ezúttal pontokba kerültek a kanizsánál, de ahogy Gobala Krisztián, az FC Nagykanizsa vezetőedzője fogalmazott, a hozzáállás rendben volt, és a bajnokság egy maraton, így bőven lesz még ideje a csapatnak kijavítani ezt a botlást. Nincs miért elmarasztalnom ilyen tekintetben a csapatot, azért el kell marasztalnom, mert egy rögzített játékhelyzet után ne kapjunk gólt, ami most már nem először előfordul, és azt gondolom, hogy most már fizikálisan is megvagyunk a tekintetben, hogy ezt elkerüljük, de onnan is megközelíthetném az egészet, hogy az első 10 percben 3-0 és vége van a találkozónak, tehát azért mondom, hogy egyszerűen nem tudok feszült lenni, nagyon egyszerűen én azt gondolom, ez egy maraton, a maratonnál most ott tartunk, ahol tartunk, és a következő mérkőzésekkel most már koncentrálni. A kanizsa döntetlenjét kihasználta a Kaposvár, és a Rákóczi a jobb gól különbségének köszönhetően átvette a vezetést a tabellán. A következő körben a Bonyhád VLC érkezik az Olajbányás stadionba.